Sziasztok! Tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt a csatornámon. A mai videó témája az lesz, hogy milyen egyéb eszközöket használok még. Hát kezdjük ott, ahol a múltkor abba hagytuk, hogy milyen eszközöket használok én még az éjszakai vadfotózásnál. Ez egy kis szivacs darabka, ami van egy ilyen kis kivágás, aminek a nagysága az pontosan megegyezik a fényképezőgépnek a kukucskálójával, amivel én éjszaka azt eltakarom, ugyanis a gépnek nincs olyan üzemmódja, hogy a kukucskát is ki lehet kapcsolni, csak azt lehet, hogy vagy a keresőbe, vagy a kijelzőbe, de valahol a fény megjelenik, hát én azt szoktam, hogy a kukucskáló jelenje meg már az fogyaszt legkevesebbet, és akkor ezt letakarom. A kibekapcsoló gomb mellett lévő LED diódát, ami a gépnek a bekapcsolt állapotát jelzi, az pedig egyszerűen egy szigetelő szalaggal leszoktam ragasztani. Most ugye volt szó a szórón a világításról, hát gyakorlatilag én ezt a lámpát szoktam alkalmazni. Itt a Campo, egy ilyen felúszhatós bicikli gumidarabka, alatt van egy régi telefonnak az akkumulátorja, ezen kívül még tartalmaz egy picurka kapcsolót, egy ellenállást, egy ledet. Ami itt a lényeg az, hogy ez egy tölcsér, ugye ez azért kell, hogy oldalról semmilyen körülmények között ne lehessen meglátni, hogy itt valami világít, mert akár valaki érdeklődő és kíváncsiskorú és esetleg lepiszkálja, azt a véletlenül magával viszi, illetve hát a vadakat se zavarja, mert hogyha teljesen fentről világítod meg, hát nem valószínű, hogy a vad az arra fölfelé fog nézegetni. A középső kis cső az pedig ugye arra szolgál, hogy a fénynek a nagyságát ezzel lehet beállítani, körülbelül olyan 5 méter magasságból szoktam egy olyan 3 méter átmérőjű területet nagyon gyengén megvilágítani. Aztán van nekem egy vadkamerám, hát illetve ez most már a második, mert az első az éppen gyengélkedik. Hát ezt ugye egyrészt felderítésre szoktam használni, másrészt szórakozásból is ide-oda kihelyezem videókat készít, nappal egész elfogadhatókat, tehát éjszaka ugye csak fekete-fehérbe lát, és ennek a megtáplálására én egy külső akkumulátort használok, ami egy gyakorlatilag egy ilyen zselés akkumulátor, 6 voltos, ezt használom egyébként, ilyeneket használok a lesen a párnám meg a talp fűtésemre is, az utóbbit megígértem, hogy elhozom, de végül úgy döntöttem, hogy otthon marad. Na most én ezt az egészet megspékeltem persze egy saját elektronikába, ami ide van beépítve, ebbe a kis dobozba, tehát ez már nem az akkumulátornak a része, ami meg ugye arra szolgál, hogy ha az automata bekapcsolta a vadkamerát, mert valami megérkezett mondjuk a szóróra, hogyha oda helyeztem ki, akkor ugye a készüléknek az áramfelvétele az megnövekszik, bekapcsol a kamera, bekapcsol a éjszaka az infravilágítás, és az áramfelvétel változását ellenőrzi ez a kis készülék, és van rajt valahol egy csatlakozó, ha megtalálom, ide be lehet dugni egy kábelen keresztül egy ledet, amit felkapcsol, tehát ez a led világítani fog. A led benne van egy darab csőbe, magasra föl van helyezve, kötve a fára, és úgy van a cső irányítva, hogy gyakorlatilag a csőbe csak a lesőt tudok belenézni, tehát azt rajtam kívül senki nem veszi észre, hogy most az kigyullad, vagy mi van vele. A vadkamerát én valamikor régen a
vadkamera utasítására hallgatva, hát ilyen málmagasság környékére 1 méter 20 mondjuk, 1 méter 40-re szoktam elhelyezni, ami a felvétel szempontjából egészen jó, csak azért vannak olyan problémák, hogy például nekem a már mindjárt az elején sikerült összeütköznöm szarvasmarhákkal, erről egy darab videót is azt hiszem még őrzök talán a YouTube-on is, és hát az egyik marha az kapásból kinézte magának a kamerámat, hogy ott jól lehet vakarózni, és hát szerencsére nem törte össze, csak ugye állította, hogy utána, amikor jöttek a szarvasok, amiket valójában meg akartam a válton figyelni, a szarvasnak csak a fülének a hegyét lehetett látni. De hát még örültem, hogy ennyivel megúsztam. Ugyanis a kamerához kapsz egy olyan gyerekjátéknak se nevezném konzolt, amivel föl lehet rakni, meg be lehet állítani, hogy hát gyakorlatilag egy fuvallat is elmozdítja a gépet, és akkor találtam én ki azt, hogy hát akkor én csinálok egy normálisat. Egyébként ezt akár makrofotózásra is lehet alkalmazni, mert ugye ezen is van egy ilyen 1/4 szoros menet, ezzel a gombbal ura lehet hajlítani, és bármilyen irányba forgathatod, mert ez ilyen nyikorog, mert ez házi készítésű fa, én így szoktam alkalmazni, mert így van legközelebb a fához, és tetszés szerint bármennyire megdönthetem, ugyanis én most már a kamerát nem 1 méter 20 centi magasságba, hanem 3-3,5 méter magasságba, biztonságba szeretem tudni, és így nehezebben fordul elő, hogy egyrészt valaki meglátja, másrészt meg, hogy véletlenül magával viszi. Jó, akkor a vakukról. Ugye mondtam, hogy én egy vezérvakut használok a távoli vakuimnak az elsütésére, hát az nem más, mint a Metznek a 36-6-os fókuszálható fényű vakuja. Hát ez egy automata vaku egyébként, majd utána nézel, hogy az mit jelent, ha érdekel. Sajnos kapni már nem lehet, pedig kiváló vaku, ha nem is arra, amire gyártották. Ugye ezt előre meg fölfele lehet forgatni, oldalra nem, és 28, 35, 50 és 85 mm-nek megfelelő fókuszálást lehet vele elérni. Tehát a vaku elsütőre, amit mutattam, gyakorlatilag erre van rákötve, és ez villantja meg tőlem messziről, hogy a fény nehogy a szeméből az állatnak visszaverődjön a kamerába, oldalról adja le a többi vakunak a parancsot, hogy villanjatok. Hát a fő vakuim, amivel témát megvilágítom, illetve amiből sajnos egy kigyulladt. Ugye erről a kampóról beszéltem, hogy az egyik felét beleteszem a villásbotot, a másik felét meg egy hasonló előre felkötött kampóra helyezem, és akkor a vaku meg ugye be van állítva, hogy milyen szögben világítson, ezt lehet forgatni oldalra is. Használható ledes világítással lámpának is, illetve hát tudja a sleeve módot, úgy van írva slave módot, és azért lehet fényel vezérelni. Hát AD 560, hát ugye itt a számok azok általában a vakunak a kulcsszámait jelzik, hát ez szerint 56 a kulcsszám, de nevezzük azért ezt csak 50-nek, szerintem közelebb van az igazsághoz. És akkor az oldalfény, a derítő fény, az meg egy ilyen kicsik kis vakuval történik, amit én megbujeráltam, mert a kettő darab elem az gyakorlatilag nem bírta a 20 órási ramot, ezért én még kettővel kibővítettem, és én ráragasztottam, meg bekötöttem egy ilyen külső elemtartót kapcsolóval, mi egyebekkel. Hát ezt a vakut se lehet egyébként
a másikat sem, amit az előbb mutattam, azt se lehet már sajnos kapni. Nem is tudom ennek gyakorlatilag Polaroid néven árulták valamikor, nem lehet már kapni. Hát én ezen kívül mást a szórón nem szoktam használni, hát akkor nézzük a egyebeket, hogy mi van itt még. Az előzőekhez azért annyit mégiscsak visszamenőleg hozzáfűznék, hogy ugye meséltem az éjjellátóról, meg a hőkameráról, hogy mind a kettő önmagában is képes mind videó, mind fotófelvételre, ami aztán otthon a számítógépre letölthető, és ugyanúgy kezelhető, mint bármilyen más rögzítő eszköz. Időnként szoktam makrózni is, ehhez is használom ezt a adaptert, amiről már többször szó volt. Az adapternek ugye az első oldalában én szoktam becsavarozni ilyen makró előtétet, ami gyakorlatilag szemüveg, és dioptriába is van megadva, hogy milyen értéke van. Nekem 1, 2, 4 és 10 diopriás lencseim vannak. Véleményem szerint a kis szenzoros gépekhez, aki egyébként alapból én véleményem szerint nem képes makrofotózásra, hiába van ráírva a használat utasítására is, a makrofotózás az az lenne, hogy gyakorlatilag nagyobb a kép, mint a tárgy. Na most, hogyha egy mit tudom én, félcentis kis csipnél egy hóvirág már nagyobb, tehát rá se fér, akkor eleve ki van zárva, hogy ott ugye makróztunk, de a lencsével jó nagyításokat lehet elérni, és még sincsen meg az, mint a nagyobb szenzoros gépeknél, hogy mit tudom én, a póknak az egyik szeme még éles, de a másikat már keresni kell, hogy hol van, mert annyira rövid az az élességi tartomány. Tehát én szerintem ezt érdemes megvenni, ugyanehhez lehet venni az ellenkező is a tele előtétet, az viszont nem érdemes megvenni, mert amit eleve a gép tud, azt sem szabad használni, mert az igaz, hogy megduplázza, vagy meg háromszorozza akár azt a távolságot, ahova zoomolni lehet, de ezzel párhuzamosan a képnek a minőségét meg negyedére, ötödére csökkenti. Tehát én ezzel nem foglalkoznék. Ma úgy értem ezzel, hogy azzal nem foglalkoznék. Most a makrofotózásod, én a már bemutatott kis székemet, meg ezt ugye ezt az állványfejet is már is ismeritek, de egy csavart beleragasztottam egy darab deszkába, ide ráteszem a gépemet, és akkor az úgy funkcionál, mint egy makrosin, csak itt nem sinen fut a dolog, hanem közelebb, távolabb húzom a talajon, illetve mivel ezt teljesen lehet dönteni, akár a talajra ütköztetve is ilyen mozgással is tudom állítani, hogyha valamit mondjuk felülről akarok fotózni, ami azért ritkán fordul elő. És hát még így is nagyon csökkenti a kéznek a remegését, de 90%-ban ugye ez a talajon fekszik, és ugye ehhez is használom az elsütőt, mert különben az egésznek sem értem, hogy ott a gépet kézzel nyomkodjuk és elmozgatjuk. Na most makrozáshoz én vakut még eddig soha nem használtam, nincs is makrovakum. Lámpám az van, olyan is van, amit nem hoztam el, ilyen körlámpa, saját magam készítettem, ledes. Aztán a legelső, amit használtam, az egy letörött bicikli lámpa, a kerékpáruton vettem föl, össze volt törve, el akartam vinni az első szemetesig, hogy ott kidobom, de aztán nálam maradt, aztán végül is ezzel érkeztem haza, és akkor eszembe jutott, hogy van nekem ilyen égőm, hogy ki kéne próbálni, mit tud ez.
Hát kérem szépen, nem volt rossz dolog, azóta se dobtam el, ugyanis a fénye, hogyha ilyen 6 voltos akkumulátor, amit az előbb mutattam, itt rácsatlakozom, akkor körülbelül hasonló azzal, mint ahogyan a nap lenyugvás előtt 1-2 órával süt. Tehát ilyen szép meleg fényeket ad. És hát ugye gyakorlatilag egy bicikli külőre raktam le, bárhova leszúrható körbe, megvizsgálható, hogy honnan előnyösebb lefotózni mondjuk azt a tőzikét. És akkor én az ilyesmit azt nem akkor szoktam fotózni, mikor a többi fotós kijön, hanem mikor a többi fotós hazament, sötétbe. Ugyanis még mielőtt teljesen bál a sötétség, kiválasztom, hogy mit akarok lefotózni, oda letelepedek, széket lerakok, kirakom az összes cuccamat, úgyhogy még valamennyit látok, és mikor teljesen besötétedett, akkor vagy ezzel, vagy mindjárt mutatok még lámpákat, azokkal megvilágítom, és akkor a következő a helyzet. Este nem fúj a szél, ami mindenki tudja, hogy virágfotózásnak a legnagyobb átka az, hogy abban az időszakban állandóan a szél fúj, és a 1 centire levő virágot, ha csak pár milliméterrel megmozgatja át, az már képből kiszaladt, tehát szinte lehetetlen, de este gyönyörűen ezzel lehet fotózni. Tehát ez ilyen napsugaras jó éjszakát dolog, és a másik nagy előnye, hogy ezzel tudok fotózni, tehát nem programokkal utólag kivágott képeken sötét hátteret alkalmazni, teljesen fekete a háttér, és az önmagában annyira kontrasztosan, annyira szépen kihozza azt a virágot, aminek ráadásul szép meleg fényei vannak, és abból az irányból fotózom, ameddig akarom, meg kipróbáltam minden irányból, gyakorlatilag napfelkeltőig az enyém a pálya, úgyhogy hát nem muszáj persze ilyen gagyirak lenni, de nekem ez akkor volt, és még ilyen ragasztó, belecsöpögött ragasztó dolgokat is benne hagytam, mert a nem olyan homogén a fény, hogyha van ilyen egy-két ilyen árnyék, meg fókuszált, összegyűjt, tükrözött fény, sokkal természetesebb. Tényleg úgy néz ki a kép, mint hogyha a lombozaton keresztül sütött volna be a nap. Na most, hát mind a házi stúdióban, mind a makrózásnál is én ilyen lámpákat szoktam használni, egész nagy fényük van, egy pár órát elvilágítanak, ez tud gyakorlatilag minden szint, ez csak fehéren világít. Kínából rendeltem, úgyhogy nem volt drága. Ehhez vannak ilyen különböző színfóliák, hát sajnos ez is kínai, a kínai színek azok nem túlságosan szépek, olyan mocskosnak nevezhetném őket, úgyhogy ilyesmit érdemes azért valami fotóüzletből beszerezni, mert sokkal szebb fényeket kapsz, ha a színeset vásárolod meg, akkor gyakorlatilag arra sincsen szükség. Hát ugye természetesen nekem van saját gyártmányú lámpám is, ami szabályozható a fényereje, működik ugyanúgy a akkumulátorról, igaz, hogy 2-ről, tehát 12 voltos, de van otthon hozzá tápegység is, föl lehet csavarozni, a többire is igaz, erre az állványra, és akár stúdióban megvilágításkor, háttérvilágítás, bármilyen világításra kiválóan alkalmas, ez is körülbelül a nappali fénynek a színével, tehát 5500 Kelvin környékén világít, és gyakorlatilag 2 darab 10 wattos LED van benne. Itt a 10 watt az nem a fényre, hanem a LED-nek a fogyasztására vonatkozik. Tehát ez, hogyha hagyományos égőbe szeretnénk kifejezni, akkor ez mindenképpen 100 watt fölötti fényt produkál. Természetesen ezek a színfóliák mind a kislámpákra, mind a vakukra, és természetesen ezt is pont akkorára csináltam, hogy
erre is rá lehet húzni. Aztán van itt nekem még egy másik vakum, az FK310, hát ebből is talán a 300 vagyis a 30 az igaz. Ez is ilyen állítható, szabályozható, minden irányba tekerhető kis vakú. Hát ezt nem hordom magammal az erdőre, meg a szóróra. Hát mondjuk ez a stúdió vakú, ebből is van nekem kettő, mert 10-12 vakú nekem körülbelül van otthon. Aztán, hát ugye a makrozáskor még jól járt ez a kis állvány, ami elvileg gyárilag egy nagyon olcsó fényképezőgép állvány, de hát erre a fényképezőgépet azért ne tegyen senki, de ezeket az apró csöpség kis lámpákat elbírja, és a vakuk többségéhez manapság már adnak ilyen vakutalpakat, és arra is rá lehet tenni magát a lámpát is. Aztán van egy ilyen gyári rádiós elsütőm is, amit kísérletképpen vettem meg használtam egyszer-kétszer, aztán azóta se. Az én vakuimmal nem kompatibilisek, mert ehhez ugye rendes rendszer vakut meg kéne venni tízszer annyiért, mint amennyiért egy normális vakut. Hát én ezt nem fogom tenni, mert inkább 10 darab olcsóbbat veszek. Én gyakorlatilag arra használtam, hogy ez mind a kettő adóvevő, hiába van az, hogy ugye ez az adó, ez a vevő, mert ez van a vakun, de nem egészen igaz ez, mert ez mind a kettő duplex módban működik, ugyanis tudja a TTL-t. Tehát a TTL csak úgy tudhatja, visszafelé is jön az információ. Itt van egy kis luk, ez kábellal összekötöd a kompatibilis géppel, akkor ezen az adón van egy gomb, amit ha megnyomsz, akkor ezzel el lehet sütni a gépet. Kipróbáltam úgy, hogy a gép volt közel a témához, ugye állatokról van szó, és úgy próbáltam fotózni, de hát ugye nem vált be, mert hát gyakorlatilag nem láttam, hogy mit csinál a gép, csak a gombot nyomkodtam, hát ott az olyan fotózás, az nem ér semmit. Aztán van én nekem összesen két szűrőm, hát az egyik egy ilyen UV-filter, amiről már volt szó, ezt gyakorlatilag akkor használom, mikor az álcaálló mögül, vagy a lesátorból használom a gépet, és akkor rajta van az adapter, és gyakorlatilag arra szolgáló védje a lencsét, meg elfolytsa a hangot, ne lássák a madarak, hogy ott most be vagy kikapcsoltam a gépet. Egyébként UV-filtert senki ne vegyen, mert most már legalább 15 éve vagy 20 nem lehet olyan gépet kapni, amiben ez nincsen eleve beépítve. Tehát persze árulják, sőt lehet venni egész drága pénz is, de teljesen fölösleges. Ha valaki UV-t akar fotózni, akkor az első, hogy szét kell szednie a fényképezőgépet, azt az UV-szűrőt a csip fölül el kell távolítani. Na most van még egy ilyen szürke szűrőm is. Hát túl sokat nem használtam, ez gyakorlatilag arra való, hogy világos nappal, tehát sok fénynél is lehessen hosszabb záridőt használni, hogyha valaki, hát, tudom én, olyan felvételre van szüksége. Például mondok egy példát, mondjuk el akarsz fotózni valahol a főtéren egy templomot, kimész, amikor a legkevesebben vannak, mert nem akarsz mást ottan mindenféle járókelőket lefotózni, de azért egy-kettő, van egy-két gyerek biciklizik, akkor fölraksz egy ilyet, beállítasz egy hosszú záridőt, és ami mozog, az gyakorlatilag nem fog látszani a képen, mert annak nem lesz ideje, hogy jeles nyomot hagyjon maga után, mert csak az lesz a képen, amit sokáig fényképezni, és Photoshop meg egyéb ravasság nélkül simán egy kattintással lehet olyan fotót készíteni egy főtérről, ahol nincs egy lélek se.
Hát nem biztos, hogy elsőre összejön, mert azért, hogyha valaki megáll, meg mit tudom, az rajt lesz, de mondjuk egy biciklis vagy egy autós véletlenül átsúan, annak nyoma sem marad. Aztán van nekem egy meg nem nevezhető szerkezeten, teljes egészében én csináltam, ez egy ilyen villamos dobozó, tehát az elektromos vezetékek, ami a falba van beépítve, feketébe, ez meg egy virágkaspó volt, itt egérpradnak a szivacs sétregét látom, stb. Én ezt úgy neveztem el, hogy tapadókorong. Erre gyakorlatilag ide beledugom a fényképezőgépet, akkor műanyagról van szó, rászorul, és üvegen keresztül lehet vele gyönyörűen fotózni. Ez gumi, meg rugó, meg mit tudom, hogy belsejét nem tudom megmutatni. Tehát minden irányba, így oldalra is meg tudod dönteni a gépedet, tehát nem csak előre lehet kilátni. Az eleje is gumírozva van. Akváriumokba, terráriumokba, vonatablak, buszablak, autóablak, bármi nemű ablakon, üvegen keresztül való fotózásra merem bárkinek ajánlani. Fillérekből lehet ilyet csinálni. 100%-osan visszatartja a tükröződést, tehát nem úgy van, hogy kifotózok az ablakon, aztán saját magamat is látom, hanem gyakorlatilag szinte nem is lehet észrevenni, hogyha tiszta volt az üveg, hogy az üvegen keresztül volt fotózva. Tehát simán csinálhatsz egy akváriumban olyan képet, hogy ott a hal, aztán nem látni, hogy mibe. Na, aztán kérem szépen, ugye a vadakat nem csak etetéssel lehet csalogatni, hanem sok minden mással is. Vadászboltokban lehet kapni különböző csalogató hangszereket, etetőanyagokat, ízesítőket, szaganyagokat, egyebeket, persze jó pénzért. Hát én is kipróbálásképpen egyszer bevásároltam, de nem igazán tartom fontosnak, hogy olyan sok pénzt kidobjunk olyanért, ami gyakorlatilag töredékéből is megvalósítható. A nőzek párzása idején szoktam én használni egyszer-kétszer ezt a meccsipot, amit megfújva a sutának a hívó hangjával a bakokat, ha ügyes vagy, meg ha nincs mellette suta, akkor oda tudod csalni, sokszor néhány méterre, és hogyha megfelelően helyezkedtél el, akkor nagyon soká vesz észre, hát ugye mindenki éppen jönni szeretne erre a hangra, és egész közelről lefotózhatod. Szarvasbőgés esetén, hát ugye ott is a bikának a hangját szokták sokan szerintem helytelenül alkalmazni, hát néha én is szoktam ilyet csinálni, de azért itt pár dologgal tisztában kell, hogy legyünk. A háremvikát azt hiába tülkölöd, az nem fogja a teheneit ott hagyni. Tehát gyakorlatilag ez csak a mellékbikákra, a keresőbikákra lehet esetleg hatással, de ott is el szokták követni azt a hibát, hogy főleg akinek sok pénze van, hogy megveszi a tritoncsigát, vagy a szürke marhának a tülkéből készült, földíszített, meg mit tudom én, tradicionális kürtöt, több százezer forintért mondanám se kell, aztán akkorát belebődít, hogy amekkorát tud. Hát az a helyzet, hogy a szarvasok nem olyan bikával szoktak megverekedni, amelyikről úgy gondolja, hogy nagyobb nála, hanem pontosan ellenkezőleg gyengét kell fújni, hogy azt érezze az a bika, hogy ő nála még valaki, még egy gyengébb van, akit most elkárgathatek. Hát nyilván egy fiatal bika nem fog neki menni egy 10 kilós avancsú bikának. Ez nyilvánvaló. Most ezzel szemben én inkább azt szoktam csinálni, hogy a tájé hangot utánozom. Hát ahhoz meg nem kell más, mint befogod az orrodat, és ez a legolcsóbb is, meg a leghatékonyabb is, és erre ugrik a háremvika is. Méghozzá nem is akár, hogyha egyszer sikerül, kipróbálod. Hát utoljára, de nem utolsó sorban bemutatnám ezt a lámpaállványt. Hát ez gyakorlatilag ilyen stúdió
felszerelés, de hát persze azért ki lehet hozni a terepre is, egy összecsukható, az enyém az 2 méter, 20 centire húzható ki, de van a 270-esek is. A végén egy úgynevezett spigot fej van, ami hát állványcsavar, meg lámpának a csatlakozó. Gyakorlatilag mindenféle lámpát, vakut, mindenféle ilyen stúdió kütyüt föl lehet rárakni, sőt, mivel a kompatibilis a csavar, akár még a fényképezőgépet is rárakhatod. Hát én nekem ebből 3 darab van, és 2 gyakran abból arra használok, hogy azt tartja a hátteremet, amit gyakorlatilag a méter áruházban vásároltam, fehér, 1,5 méter széles, a hosszát azt most nem tudnám megmondani, és mindez egy kifúrt PVC csövön nyugszik, arra van mindig szépen fölcsavarva, hogy ne gyűrődjön, és ide a spigot fejre csak így rá van téve, és akkor én azért választottam a fehéret, hogy általában ugye 3-4 szín közül szoktak válogatni, hát mondjuk az sem mindegy, hogy valaki fotózik vagy videózik, én a videózást azt nem csinálom, tehát az meg is látszik rajtam, hogy ez egy akkumulátor csere után folytatom, tehát azért ugye azért választottam a fehér hátteret, mert a fehér háttérnek megvan az a előnyös tulajdonsága, hogy mindig olyan színű, amilyen színnel én azt megvilágítom. Ha meg fekete vagy sötét hátteret akarok, akkor egyszerűen kimegyek az éjszakába, annál jobb sötét vagy fekete hátteret még nem talált ki senki. Hát ezzel körülbelül a videónak a végére is értünk. A következő videó témája az lesz, hogy milyen programokat használok, illetve kiktől tanultam elsősorban, mert én általában a fotózással kapcsolatban szinte az égvilágon mindent úgy nagyjából szeretek átnézni, viszont van azért 2 olyan személy a YouTube-on, aki ebbe prioritást élvez. Ha érdekel bennetek a téma, iratkozzatok fel a csatornámra, a kommentárba tegyetek fel kérdéseket, illetve ha elkészült képetekkel kapcsolatban kíváncsiak vagytok a véleményemre, a megadott e-mail címemre azt is elküldhetitek, és akkor a témától függően vagy írásba, vagy egy külön videóba válaszolni fogok. Köszönöm a figyelmeteket, szép fényeket, sziasztok!